most, ahogyan ülök és írok, izzadok, törlöm a fejem az izzadságtól, meg-megáll a tollam, akárcsak szívverésem, hallgatnám, várnék egy percet, hadd látom, mi jön most fordulóra, mit rak a garatra a gondolatmalma. Szaladt tollam a fekvő papíron, s ákombákom írásjelekkel telik meg. Két könyökömre támaszkodva ujjaimat vizsgálom, s a koponyámat. A messze távlatokban keresgélek. Kitekintek az ablakon. Napfény kerül arcomra, majd szürkés felhők húznak el napkeletre, s fénnyel, árnyékkal suhannak végig a tájon. Még most is látom, amint anyám lenyújtja a kezét értem, a kis szoknyás kölyökért, ahogy kezdek a világba kijárni a csapos kerten keresztül a mezőre. Az első madárfészek a tátogató csőrű madárfiakkal, s lassan a térség egyre fennebb. Most ott állok a harom tetején, körülbelül 1000 méter magasban, ahonnan az egész csíkot be lehet látni. Ez az a táj, ahonnan kiindultam, ahol gyermekkoromat leéltem, ahol életemnek, mondjuk, egészséges alapját megszereztem. Talán ez is tette, hogy 7 éves budapesti tartózkodás után visszahúzódtam Zsögödre. Meg kellett állapítanom magamban, hogy nem nekem való világ az az aszfalt kultúra. Itthon mindig akadt egy-két gazda, aki a lovát az oltban füröztötte. A gyermeksereg bátrabja ilyenkor a lóhátára kapaszkodott, megfogta a sörényét, s a mély víz felé tartott. A ló felkavarta az orráig érő hullámokat. Ez az a kép, ami miatt Zsögödöt nem tudtam otthagyni. Pedig sokszor jött, hogy helyet cseréljek. De a nyár, ha csak nézem is ezeket az ismétlődő képeket, a paradicsomi gyermekkor örömeinek emlékét idézi. Hazatérve ment minden, mint a karikacsapás. Festettem és gazdálkodtam, el annyira, hogy sokszor reggel 4 órakor tettem le a szakkönyveket, annyira lekötött a gazdaság menetének a kifürkészése. Az lett a legnagyobb boldogságom, ha állataim szuszogását, kérődzését hallgathattam. Képeimen lassan megjelent az élet. Állatban, emberben egyaránt, sőt, meg is sokasodott. A ház körül mindenki és minden élőlény sorra került modellnek. Apám, anyám és Ilona az öreg házi bútor is. Thank you.
De egyébként gyermekkoromtól bennem volt az állatok megfigyelésének az igyekezete. A rokonságot is vállaltam, s végül beláttam, hogy nincs is olyan nagy különbség közöttünk. Rajtunk is van, amit megcsodálni, s mindenik a maga nemében a természet legtökéletesebb alkotása. Ludak, tyúkok, tehenek, kutyák, ezek voltak Zsögödön néma kritikusaim. Ajándékba egy kutyakölyket kaptam, s az 9 évig őrzött. Minden pillanatomat leste, s minden mozdulatomat figyelte. Arra lettem figyelmes, hogy amit én ösztönösen csinálok, abból ő már levonta a következtetést. Például a kis szék az ő számára a festést jelentette. Sokszor. Amint a csapos kerten átmászom, utam a káposztás és kenderes földeken visz át. Már fent is vagyok a dombokon. Magam mögött hagyom a falut, aminek most már csak távoli képe, és csak a távolságban megfakult hangjai érkeznek el hozzám. Beérkezünk az erdőbe. Tekintetemmel köszöntöm erréb a néhány fiatal fenyőt, tovább pedig a háttérben a lomha, terebélyes bükkfákat, a tájat, a gyönyörűséget. Amint a képet festem, háttal egy kivágott facsonkjához támaszkodom. Ő is, én is szürke színbe öltözötten állunk, a felismerhetetlenségig hasonlítunk egymáshoz. Ebben a különös világban inspirálódik az ember. Ez gyújt lángot a művész lélekben, s kelti életre a rejtett világot. Ez ad kezébe szenet, ez mázoltatja vele falra külső és belső élményeit, legyen az neandervölgyi, vagy akár mai művész. Álljunk meg például az ősidők óta meglevő erdőben, ahol a fák úgy sorakoznak egymás mellett, mint a gyertyák. De egy magányos fa már más karaktert vesz fel. Annak másképp állnak az ágai. Egyedül kell a vihart is, az emberi kártevést is elszenvednie. Így jár az az ember is, aki nem él a tömegben, hanem magányosan halad az élet útján.
így válik az élet olyan sokszínűvé, változatossá. Megfigyeltem a virágok évenkénti változását is, mert egyik évben az egyik, másik évben a másik virágnak kedvezett az időjárás. Egyik sem nőtt az égig, mindenikre rákerült a sor szép csendesen. Csupán ki kellett várni. Csak az ember olyan balga, hogy azt hiszi, lekésik. Pedig születik, él és meghal. Ezt a három nagy eseményt mind átéljük. A döntő az, hogyan csináljuk az életet. Az anyag formába öltözik, kimondhatatlan sokféleségben. Csak éppen szem kell hozzá, hogy felfedezze. Illata, színe, egyénisége van. Nő, gyarapszik, színe, formája változik. Beszalad egy történelmi korszakot. Él és meghal. Ez útban egy fa például évgyűrűket hord testében. Ha nem hiszel a szemednek, leolvashatod életét, éveit. Rajzolás közben a fej életkorán kívül adja a forma tartalmát, amint szerkezetéről, ráncairól megállapíthatod. Egy portrérajz, amíg elkészül, nagy izgalmat ad számomra. A kezdet felér egy felfedezési úttal. A csontszerkezet, ráncok, tekintet, szem, fül, orr, minden árulója lesz a modellnek. Megjelennek ősei, apja, anyja. Ha beszél, élővé válik benne a történelem, a korok. Ez volt talán számomra annyi fejnek a megrajzolása. Olyan szenvedélyé vált, mint bármely narkotikum. Itt állnak előttem sorjába állítva, akárcsak ha egy múzeumba léptem volna. Elszállt belőlük valami. Csak az én emlékemben maradtak meg. Már nem is izgulok, mint egykoron. Végignéztem fejükről talpukig testüket, s kérdem most magamtól, mi volt az, ami hozzájuk kapcsolt, s ami miatt a művészetembe annyi érzéssel olyan nagyon betapadtak. Egyiknek arca oly rózsásan jelentkezett, hogy színe most is véremben él. A másiknak ügyetlen, primitív, egyszerű mozgása elevenedik meg, a keresetlen élet minden ritmusával, terjedelmes, stabil állásával. Látom, amint széterült lába a földre tapad, mert nem nyomorította el a cipő, s lábujjai úgy állnak széllyel, mint a szárító fára húzott kesztyű, térdig mesztelen lábát pedig pirosra gyújtja. De hogyan valósítsam meg ennyi életbőség, az alkotást elgáncsoló realitás mellett belső világom titkos vágyát? Mert más az csókolni, szeretni, s megint más, de mennyire más ezt megalkotni, a síkra, vászonra vetíteni. Több rajz közül egy az, a mesztelen karját nyakába rakó, amelyet addig hordoztam magamban, amíg meg nem született a Vágy című képen. A természet minden szépségével raktam körül. A víz harmadcseppjei villogtak, fény lettek a fákon. A két állat, a kecske és a juh hangtalanul és érdektelenül kérődztek a természeti csoda mellett. A gyöngyöző víz egymásra rakta fodrait, hol fehéren, habcsipkét verve, hol kéken az eget utánozva, hogy még a pisztráng is kiugorjon láttára. Körös körül a zöldnek minden árnyalata ringatta a reggeli harmatos levegőt. A hegyekről símuló fuvallat hozta le, s az egész tájon az örök harmónia derengett. Thank you.
Ma már nem csinálok olyan nagy dolgot a halászatból. Csak úgy szórakozásból ülök a parton, s csodálkozom, gyönyörködöm, amint a hal egymást figyeli. Hallgass, légy csendben, s minden megszólal. Ha kinyitod a szemed, az alkotó természet megnyitja számodra titkait. Nézd a virágot, ahogy a naponta fejlődik. Kövesd, figyeld az útját, s lassan nem figyelője, hanem segítő társa leszel a mindenségnek. Elered az eső, kopog a bádok tető. Az avarban a kukorica szára lengedez. A három gyümölcsfa levélzet zöld nélkül meredez a szürke tájba. Ablakom tányérjának a szélén lebegnek el a varjak. Ismeretlen tájak felé húznak. Szemük fürgén keresi a kertek alját, a füstpernyéjében a disznókörmöt. A szemben lévő ház kapuja csattan. Asztalom előre nyúló részén Masaccio Michelangelo reprodukciói egymásra dűlve, akár a játékkártya, ami csupán az új partira való kiosztást várja, a régen elveszett fejszenyelét keresi. Szétvetett lábbal, fejét egymásnak támasztva ott fekszik Adi és József Attila. Milyen csendben vannak. Egy eltörött tükörfénye világít nekik, s néhány szál virágnak, melyek élő szint jelenthetnek e szomorú zűrzavarban. Ez itt csend élet volna, ha legott lefesteném, leképírnám. Még a sarokba, oda a kép bal sarkába beteszem a három bokájban meredező ecsetet. Tízesével állnak, jobbra-balra részegedve. A múló időt a hófoltokat felemésztő eső méri. Szemlátomást megváltoztatja a táj arculatát. Az egész jelenség fölött a festő lelke lebeg, s csupán az a kicsi tudás kell hozzá, ami mások számára is valósággá teszi egy képben. Este van. Milyen bizonytalansági érzés, ami az embert elfogja. Teljesen magára maradt, és körülhatárolt lett az élet. S az érzések kapaszkodnak, s minden bizonytalan világ megelevenedik. Az apám, a húgom, s minden nemzetségem most látogatnak meg. Szemem bekapcsol a csillagos égre, és előttem az örökké való, és számomra megoldhatatlan titkaival. Sóhajtok, és beleérzem magam ebbe a nagy semmibe.